Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Meg annyi sport siker vesz körül bennünket, így aztán korán sem véletlen, hogy úgy döntöttünk, megmutatjuk azokat, akiknek a legtöbbet köszönhetünk itt Székesfehérváron, és általában a magyar sportban. Így került látókörünkben természetesen a kézilabda is, hiszen az elmúlt időszakban nagyszerű kézilabdások jártak nálunk, és most folytatjuk ezt a sorozatot annál is inkább, mert Siti Eszter, az egykori kiváló irányító, a válogatott éke, ha úgy tetszik, a mai vendég, aki egy öntörvényű csoda, mondom én. Kezdjük talán, menjünk el a déli végekre, Nagykanizsára, hiszen talán eleve elrendelés volt, hogy te kézilabdázz. Mondom én. Nem feltétlenül. Hát viszonylag aktív gyerekek voltunk, és így a szüleink egy sporttagozatos általános iskolában irattak be minket, ahol azért több lehetőség is volt. Volt egy kiválasztó rendszer, de apukám így megelőzte azt, hogy mert igazából ötödiktől volt az, hogy eljöttek edzők, és megnézik a gyerekeket, és megpróbálják beorientálni abba a sportba, ami mondjuk úgy gondolják, hogy az aktuális gyermeknek fekszik. És apukám úgy gondolta a negyedikben, hogy én már a kézilabdát akkor jó lenne, hogyha kipróbálnám, és igazából ott kezdődött nekem a kézilabda. Meg persze természetes igen. Volt, hogy a nővérem már gyorsan napvilágra került, hogy tehetséges vagy? Igen, azt gondolom, hogy az elejétől kezdve, hogy a labdával így jóba voltam. És a szorgalom, mert ilyenkor azért fontos, hogy egy kisgyereknek legyenek példaképei egyik oldalról, másik oldalon pedig kellő szorgalma ahhoz, hogy ezt a példaképet valamilyen szinten elérje. Én megmondom össze, hogy ebben a szempontból én, tehát hogy a mozgása nem kellett motiválni. Tehát, hogy én nagyon szerettem tényleg mindent csinálni. A testnevelés órát, a kézilabdát, tehát sorozatok ez, hogy elkezdtem a kézilabdát, nem volt kérdés, hogy én nem ezt a sportágat fogom űzni. Volt példaképed? Kimondottan nem. Mindig voltak játékosok, akiknek szimpatikus volt a játéka, de kimondottan példaképem, akire azt mondom, hogy na, ő most nem. Ugye ti jó testvérek voltatok, igen. Ráadásul azonos poszton igen, szerepeltetek. Igen. Ez mennyit segített vagy gátolt még fiatalként? Igazából én azt gondolom, hogy a nővéremmel, tehát mindig is extra jó viszonyban voltunk, és hogy soha nem volt ez így kérdés, aztán az élet is azt hozta, hogy igazából, tehát hogy nem nagyon kereszteztük így egymás útjait abból, hogy most ugyanazon a poszton szereplünk. Teljesen egyértelmű volt, hogy a nővéredhez hasonlóan te is kirepülsz ideje korán? Ugye nehéz elhagyni az otthont, meg a megszokott környezetet, de nyilvánvaló, hogyha valaki előtt olyan lehetőség nyílik a tehetsége okán is, akkor azzal élni kell. Hát én meg most én könnyen repültem. Tehát, hogy én nagyon akartam, anyukám már kevésbé, amikor jött egy ajánlat a Vasastól, hogy akkor én most mehetnék 14 évesen. Hát ott is apukám volt, aki jobban megtámogatta ezt az oldalt, hogy akkor menjek és próbáljam meg. Tulajdonképpen itt a beszélgetésekből már leszűrhettem, hogy rendkívül szerencsés volt a ti korosztályotok, hiszen olyan legendás mesterek voltak akkoriban Budapesten az élcsapatoknál, akik tulajdonképpen továbbvitték azt a legendát, amit ugye a 60-as években már egy kicsit megtanultunk, aztán utána kezdtük elfelejteni. Tehát gondolok itt a Vasas mestere is, a Csíkéra, meg az összes többi, az egy zseniális történet. Igen, bár én a Csík mesterrel minimálisat, mert akkor ifista voltam, akkor én ott a Vasasban, és minimálisat, te találkoztunk, látni láttam a munkásságát valamennyire, de igazából nekem a felnőtt közeg az nagyjából a Fradi volt, és a Német András, hogyha most így. Ugyancsak legenda. Igen. Voltak-e határozott céljaid, amikor Pestre kerültél? Ugye arról beszéltél, hogy a Vasasban még fiatal voltál. Nyilván az első csapat és pályára lépni és több játékidőt szerezni. Viszont a Fradinál már az egyértelmű volt az a 3-4 év 95-től, hogy az be is jön. Tehát én így célokat kimondottan nem fogalmaztam
meg soha, hogy most akkor én ezt vagy azt. Tehát én maga a kézilabdát szerettem csinálni, és mindig jöttek a lehetőségek, és így adta magát, hogy amikor átkerültem, hogy akkor a felnőttbe is edzettem. Hát volt azért egy vízválasztó év, amikor azért már 21-22 éves voltam, és azért még nem volt annyi játék lehetőség, mert a Fradiba is azért komoly emberek voltak, úgymond abban az időben, tehát egy Kökénybe, a Pádár, Ildi, Farkas, tehát stb., hogy azért nem volt egyszerű pályára kerülni, és azért ott ez egy vízválasztó volt, hogy akkor most nekem ott kellene maradnom, vagy el kellene mennem máshova, vagy azért, mert azért a játék az a játék, tehát meccsbe kellene, én azt gondolom, hogy az ember tapasztalatot és minden gyűjtsön útközben. De aztán ott is az élet közbeszólt, és azt hozta, hogy Vácra kölcsön adtak minket, és ez egy nagyon jó, és egy hálás vagyok azért az egy évért, mert igazából egy mély víz volt, egy fiatal csapat, NB1-be bennmaradtunk, jól szerepeltünk, és az egy nagyon jó tapasztalat volt abból, hogy milyen az, amikor egy felnőtt mezőnybe az első perctől a 60. percig, és múlik rajtad az, hogy mit csinálsz a pályán. Ennek ellenére ugye még a Váci kitérő előtt azért Igen. két bajnokságot nyertél, és abban benne voltál, és kupát is ráadásul. Tehát az azért nagyon sokat segít egy játékos megítélésében, hogy a későbbiekben merre vezethet az útja. Igen, csak azért mondom, hogy persze, tehát maga a Ferencvárosban edzeni a felnőttekkel, azokkal az emberekkel, tehát hogy csak tanulni lehetett tényleg tőlük, és egy élmény volt edzésre járni, de maga azt a fajta tapasztalatot, ami meg a játékidő és a pályán töltött idő, ahhoz azért kellett, azt gondolom, az a Váci kitérő is, hogy... Ki volt az a mestered, akitől nagyon sokat tanultál a visszatérést követően, hiszen akkor szép lassan már elindult az az út, ami aztán a válogatottságban teljesedett ki. Tehát két év Vácon, vagy Egy év Vácon, tehát két szezon, és utána vissza a Fradiban, ahol már azért megkaptad a játék lehetőséget, és kopogtattál a válogatott kapuján. Hát abszolút meghatározó a Németh András személye, de Vácon azt gondolom, hogy a Pál Tibinek is, aki alapvetően más edzője volt az Andrásnak egy ideig, aztán utána Vácon ő lett a vezetőedző. Azt gondolom, hogy ők mind fontos személyek voltak így az életembe akkor. Kik voltak a posztriválisaid? Ugye arról beszéltél, hogy példaképed nem volt, legalábbis Igen. fiatalként. Én a rivalizálás sem éltem úgy meg, tehát én azt gondolom, hogy egy válogatottban nem is lehet ez kérdés, tehát hogy ott azért van ott az a 15 ember, hogy Világos. Megdolgozott, de ugyanez klubszinten is, csak persze azért ott az ember minél több időt szeretne azért eltölteni a pályán, de én azt gondolom, hogy a csapat az csapat, és hogy most persze lehet egy egészséges versengés, de én nem tartottam soha riválisnak. Tehát én azt gondolom, hogy az edzőnek a feladata eldönteni, hogy ki mennyit van a pályán, aztán az ember kap egy lehetőséget, és azzal próbáljon meg minél többet élni. Az évezred első esztendeje 2000 pontosan, ugye? És Igen. meghozta az Európa-bajnoki címet. Az egy áttörés volt számodra, és megerősítés, hogy egyik oldalról, amit te elterveztél, mert nyilván neked azért voltak terveid, mondanom sem kell, amit szerettél volna megvalósítani, és már is bejött? Hát én azt gondolom, ez a, lehet ezt mondani, a kezdők szerencséje. Tehát, hogy abszolút egy hihetetlen és fantasztikus belépő volt, úgymond a válogatottban. De ráadásul Beával együtt, Igen. és egy olyan csapattal, hogy itt nézem, hogy a Farkasági, Kántor Anikó, Kint, Kirchner, Kökény, Pádár, Pálinger, Kati, Pignicki, egy zseniális csapat volt. Abszolút, abszolút. Akkor már tudtad, hogy kinyílt a világ, és most már nincs olyan hely, cím, amit ne érhetnél el? Vagy az még a korai időszakhoz tartozott? Korai, de mondom, én igazából soha, tehát hogy nem, én ezt így soha nem fogalmaztam meg magam, hogy most én olimpiai bajnok akarok lenni. Persze az, hogy menjek olimpiára, az, hogy legyek válogatott, azt meg nem fogalmaztam, vagy azt megfogalmaztam, de azon belül, hogy én most
nem tudom, ezt és ezt. Tehát hogy mindig inkább dolgoztam, és az élet hozta. Tehát mindig, én hál' Istennek azt mondhatom, hogy tényleg abba az érába kézilabdáztam, amikor tényleg fantasztikus emberekkel, és hiába volt úgymond generációváltás, de azért mindig azt gondolom, hogy hoztunk eredményt, és volt egy szint, úgyhogy, tehát hogy jó volt kézilabdázni. Igen, hát a világbajnoki ezüst és bronz is ezt bizonyítja, igen. Az EB bronz nem, igen. Különben, a magyar bajnoki címek, és aztán mégis döntöttél, akkor még furcsa volt számunkra, hogy a női kézilabdások is elindulnak a maguk útján, mármint a te utat pedig Dániába vezetett. Ugye azt tudnunk kell, hogy az északi országok fantasztikusak, nem csak férfi-női kézilabdában is. Tudatos döntés volt részedről? Igen. Az a része, hogy hát, hogy nagyon-nagyon, és a mai napig szeretem a Ferencvárost, tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg az egy ilyen nagy család volt, igazából ott nőttem fel, de aztán eljött egy olyan idő, amikor azt éreztem, hogy váltanom kell valamilyen irányba, és azt nem tudtam elképzelni, hogy én Magyarországon belül másik klubba menjek. És hát azért az akkori Dánia az x-szeres olimpiai, az utánpótlás szinten is nagyjából akkor osztályomban megnyertek akkor mindent, és azt mondtam, hogy lehetőség is onnan jött, és azt gondoltam, hogy én ki szeretném ezt próbálni, és megnézni, hogy mi az, amit ők tudnak, és mi az, amitől ennyi aranyat szereznek meg, úgymond. És mi volt az? Mi mindent lehetett megtanulni? Hát hiszen egy teljesen más közeg nyilván. Abszolút. Hát az első év az egy nagyon, az egy keménynek mondható hullámvasút volt, mert azért az a teljesen más gondolatuk van így a világra, és máshogy állnak hozzá, akár a kézilabdán kívül is a dolgokhoz. Hát én amit ki tudnék emelni, a mentális. Abban én azt gondolom, hihetetlen jók és jól kezelik a krízis helyzeteket, nem gondolkodnak túl dolgokat, szociálisan erősek, tehát hogy nem is feltétlenül a kézilabdának, az egy persze egy más kultúra, taktikailag bizonyos dolgokat máshogy raknak össze, de a legnagyobb különbség nekem az a mentális különbség. Tehát a feng shui is onnét jött helyet. Azt nem tudom. Azt nem tudod? De én azt gondolom, hogy jól állnak hozzá a versenyhez. Tehát a számodra egy sikersztori volt, ami megerősítést jelentett. És még mindig nem akartál hazajönni, hiszen azért tudjuk, hogy Szlovénia akkor már elindult azon az úton, hogy legalábbis kézilabdában és a téli sportokban természetesen, de azt hagyjuk, a csúcsra tör. És Ljubljanában pedig minden adott volt, mint mindig. Igen, tehát ott volt egy olyan, hogy tehát a párom már ő hazajött, és akkor lejárt a szerződésem, maradhattam volna még kín, az egy nagyon nagy dilemma volt. Aztán jöttek Magyarországról ajánlatok, amivel nem teljesen voltam én így kibékülve, vagy nem éreztem azt, hogy most bármelyiket is el kellene fogadnom. És akkor jött egy lehetőség, hogy Ljubljana. És akkor mondtam, hogy ha már oké, ha nem érkezek haza, de közelítsünk, és egy olyan csapat, aki bajnokok ligájába megy, mert igazából Dániában ami a cél lett volna, hogy felépíteni 3 év alatt azt a klubot, egy kieső csapatból csinálni egy olyat, ami kupába indul, és 4-be lesz, az végig is úgy csak nagyjából sikerült, de az a későbbi koppenhágai érába jött össze, hogy már BL-be ismernek meg ilyenek, és akkor gondolkodtam, hogy azért kellene váltani, meg közelebb jönni Magyarországra, és akkor jött a Ljubljanai ajánlat. És Ljubljana után ugye a szlovén kupa, a szlovén bajnokság, én azt hiszem, hogy ez kerek a világ, ilyen értelemben is, viszont utána pedig Székesfehérvárra vezetett az utad. Ez számunkra nagyszerű hír volt mindenképpen. Abban az időszakban azért realitása is volt annak, hogy majd adott esetben megismétlődhet az EHF kupa sikersorozat. Aztán nem így történt, ugyanakkor az nagyon jó volt, hogy megérkeztetek. Mi döntött Fehérvár mellett? Hát igazából az volt, hogy a Ljubljana nagyon, nagyon jó 2 év volt, de sajnos a térszalagom sérült, és nem a keresztallagom, viszont az oldal, de a keresztallag sem volt teljesen stabil, és ezért műtétet javasoltak, hogy
ahogy a profi szeretnék még maradni, akkor optimálisabb lenne egy műtét. Én már nem annyira szerettem volna 31 fele, mert azért tudtam, előtte már volt egy ilyen az életemben. De aztán mégis az élet azt mutatta, hogy jobban járok, hogyha ezen túlesek, és akkor utána azt éreztem, hogy így, mert ez körülbelül egy év után volt, amikor Ljubljanában kint voltam, hogy már rehabilitációt, meg mindent már itthon csinálnék, és akkor, hogy akkor most már elindulnék hazafele. A nővérem Székesfehérváron volt, és akkor innentől kezdve könnyű a történet, hogy az így adta magát. Hogy... Egy remek csapat épült egyébként, de aztán ez rövid idő lett, igen. Bár közben pedig ott volt nektek a Kodolányi kommunikációszak. Nekem a turizmus. Neked a turizmus, igen. És azt hiszem, hogy ez egy jó döntés volt. Viszont ugye 2009-et írtunk, amikor igen. Azt mondtad, hogy itt a vége. De soha nem mondtad, hogy soha. És 2012-ben visszatértél. Ennek mi a története? Ennek az a története, hogy ugye, hát fölépítettem magam a 2008-as szezonra, de aztán az Achillessem is közbeszólt, és akkor az év se úgy sikerült, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor lehet, hogy én ezt itt így befejezem, de nem feltétlenül a legjobb szájízzel fejeztem be, és ez nem az eredménytől függően, hogy most érmesek vagyunk, vagy nyolcadikak vagyunk, hanem csak maga az érzés bennem, csak úgy igazából, hogy minden összejött, és mondtam, hogy jó, akkor nekem így ebből elég. Mi hozott vissza? Hát akkor már dolgoztam turizmusban, egy kicsit edzősködtem, és volt egy ilyen lehetőség, hogy akkor volt 12, ugye az olimpiai éve, és a felnőtt csapatot meghívták Londonba, hogy játsszon az angol válogatotta egy edzőmeccset, és akkor volt a Konkoly Csabi az edző, és akkor mondta, hogy hát, mert volt, aki beteg volt a csapatban, meg stb. Hát én nagyon lájtosan mozogtam, tehát azért kézilabdától nem mondanám, hogy tehát nem kondíztam, minimális futás, minimális kis ez az, de semmi komoly. És ő mondta, hogy viccesen, hogy jó, hát ha nem leszünk meg, akkor majd gyere és álljál be. Hát én gondoltam, hogy én elmegyek Londonba, és körbenézek, hogy, hogy miről is szól London. És az első meccs, ott nem is érkeztem meg így, mert hogy én ezt úgy gondoltam, hogy ez egy poén, és ezt nem veszem komolyan. És akkor mondta, hát erről ezt beszéltük meg, hogy jössz. És akkor végülis a két meccs volt, és a másodikra beálltam. És akkor végülis ő mondta, hogy jó, hát azt mondja, jövőre azt mondja, edzősködsz, meg egy kicsit ezt a kézilabdázol is. És de ez így elindult egy ilyen poén beszélgetés szintén, és akkor mondtam, hogy jó, aztán utána ez bekomolyodott, és mondtam, hogy jó, meglátjuk, mert azért az Achillessem azért, ő azért volt egy ilyen gyulladásba, és nem tudtam, hogy fogja bírni azt a terhelést, ami ez a profi élethez kell. De aztán hál' Istennek így rendbe jöttek a dolgok. Aztán eljött a búcsú ideje. Tudatos okay. volt, hogy maradsz a sportágon belül, hiszen itt említetted a turizmust, igen. hogy kipróbálod magad edzőként is? Vagy, azt is az élet hozta. Mert kényszer, nem kényszer volt nem számodra kényszer, semmiképpen. Nem kényszer volt, hanem ezt is az élet hozta. Tehát én megmondom őszintén, hogy persze vannak rövid távú céljaim vagy gondolataim, hogy mi az, amit tanulok, aztán úgy valahogy van egy ilyen besodródásom, és az élet mindig dob egy ilyen lehetőséget. Az edzősködést is, tehát hogy nem én találtam ki, hogy most akkor hónap én edző szeretnék, hanem megkérdeztek, hogy én ezt szeretném-e. És milyen edző lettél? Hát nem tudom, ezt a gyerekeket kellene elkérdezni. Nem, ők bizonyosan az egekbe mennek, csak tehát olyan elvek mentén kezdted el a munkát, mint amit mondjuk elsajátítottál az egykori legendáktól, vagy teljesen sajátos a te edzői filozófiád? Hát én abszolút azért, persze azért nagyon sok mindent kaptam, és az, amit mondjuk akár egy Andrástól is kaptam, tehát azért próbálom beépíteni, amiről azt gondolom, hogy jó, de Dániában is voltak olyan elemek, amik abszolút azt gondolom, hogy hasznosíthatók. Tehát Magyarországon vagyunk, magyar kultúrában, tehát az az alap, de azért vannak olyan dolgok, amiket a Dánból is azért próbálok így. A fensúlyról nem beszéltünk, csak így közbevetettem én,
De ez egy nagyon fontos elv mentén éled az életedet, és ez azt hiszem, hogy a ilyen eredményes pályafutásról kiderül. Már nem annyira része az... Nagyon, nagyon szeretem a keretet, és ahogy gondolkodnak dolgokról. Igen, volt idő, amikor belemerültem a feng shuiba, de azért új házat kéne építeni. Alapvetően azt gondolom, hogy az ember a harmóniában van, és a lakást is úgy rendezi be, akkor alapvetően nagy gond nem lehet. Tehát a harmónia rátalált, illetve te is rátaláltál a harmóniára. Így, ha visszatekintünk, akkor nyilván eredményes volt a pályafutásod. Van valami, amit másként tennél, másként töntenél? Nem. Egy dolgot még lehet, hogy egy spanyol vagy egy Olaszország, egy évet még beletettem volna a pályafutásomba. És hogyan tovább? Most ugye itt vagy, helyeden van, ha úgy tetszik, de nyilván azért vannak terveid, hiszen semmi nem tart örökké. Persze. Abszolút, hát gyerekek van kisebbek, általános iskolában vagyok kisebb gyerekekkel, illetve a serdülő mellett vagyok másodedző. Hát tanulmányokat szeretnék abszolút folytatni. Most ennek jött el az ideje. Mindennek rendelt ideje van, tudjuk jól. Annak is rendelt ideje van, hogy most elbúcsúzzam tőled. További szép napokat, éveket kívánok mindazoknak, akiket tanítasz, és természetesen neked és a családodnak is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Siti Eszter volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!